A helyszín Pécs Széchenyi tér. A résztvevők 1500 motor és a motorosok. Az élmény épített színpad, hangos motorbőgés és jókedv. Ez a szezonnyitó motoros gurulás és családi nap. Imáron 11. alkalommal szervezte meg a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület azt az eseményt, melyre értelemszerűen Tolnából, Somogyból és egész Baranyából vártak motorosokat. Meg is érkeztek, talán a várakozásokon felül is. Az egyesület alelnökét a rendezvény elején kérdeztem. Sok motor összegyűlik, igazából ez nekünk se, akik motoroznak, nekünk egy ilyen szemle, az új szerzeményeket meg tudjuk nézni, aki mit szerzett idén, vagy az idei szezonra. Kétkerekű, háromkerekű vadok is érkeznek hozzánk, de főként a kétkerekűek azok, akik jönnek szép számmal. Hány motort vártak ide? Hát nagyságrendileg a nyitóra 1300-1500 motoros szokott megérkezni, szerencsénk van, mert jó az idő, úgyhogy ezt a számot szerintem el fogjuk érni. A családi napon szakmai beszélgetésekkel, gyermekprogramokkal, rúttánc bemutatóval és egyéb látványos, érdekes programokkal várták az odalátogatókat. De a fő attrakció maga a gurulás. Menjünk egy nagykört a városban, mindez 1500 motor, elég látványos és impozáns látvány lesz. És utána visszérünk a Széchenyi térre, zárásként egy tombola sorsolás, értékes ajándékokkal. Komoly létszám, de a gurulásra még egy kicsit várni kell. Előbb megkérdezzük a járókelőket, hogy hol hallottak a rendezvényről. Én az interneten találkoztam vele. És hogy tetszik? Jó, meg vagyok elégedve, már többször voltunk itt. Én is először ültem most motoron, mert régebben, amikor fiatalabb voltam, soha nem mertem felülni. És mostan az időszak, amikor kipróbáltam, és szuper jó. Csak meg kell választani tényleg a motorülést hátul, hogy milyen, mert nagyon sokan mondják, hogy nagyon kényelmetlen és hosszú távon nem lehet menni, de ezzel a motorral, amivel mi vagyunk, ezzel szuper, mert bírom a kilométereket, úgyhogy nincs olyan semmi gond, és nagyon nagy élmény jelent. Családi nap volt ez, ahol arcfestést és elmaradhatatlan csillámtetoválást is választhattak a gyerekek. Na de mi is lehet vonzó egy 10 éves forma kisrácnak ebben? Láttuk, hogy van itt a zene, aztán megláttuk a motorokat, és... kijöttünk. A legtöbb ilyen sportmotor volt, aztán ilyen klasszikusok, régiek, meg láttam egy cross motort is. És valóban vadonatúj sportmotorok, sok kilométert megtett túramotorok, erőgépek, cruiserek és szuperbike-ok is megjelentek Pécs főterén. Ezen kívül mindenki büszkélkedett azzal a kétkerekűvel, amit maga újított, verhelt, vagy épp szakszerűen szerelt és egészített ki ilyen-olyan érdekes elemmel, mint Kolb László. Azon túl, hogy nagyon szép zene szól és jó hangszórók vannak rajta, mit kell tudni erről az MZ-ről? Hát az, hogy 16 éves korom óta az enyém, mondjuk, hogy több mint 30 éve, én csináltam az egészet, jó persze a festés nem, de darabokra lett szedve már 5-ször, úgyhogy a kerék is szép külözve, hogy teljesen minden fölújítva, hogy ez az életem, ez a motor. Aztán mindig így újítgatjuk, meg mindig csinálunk rajta valamit. Az előbb ugye kétkerekűeket mondtam. Most azért szép számmal jelent meg itt olyan jármű, aminek hátul vagy épp elől volt két kereke. És még ennél is érdekesebb Gulyás Gyula járműve. Kisgyerek koromban néztem egy rajzfilmet, ha jól emlékszem, Jamie is a csodalámpa volt. Nem tudom, kapta már ezt, hogy meg vagy hadnagy? Igen. Valóban ahhoz hasonlít, így van. Akkor mutassa meg neki, legyen kedves, hogy hogy működik. Látom, a kezén van egy visszapillantó tükör. Ez hányszor jön jól? Folyamatosan használom, tehát iparkodom, mindenkre szabályt betartani. Ki vagyok világítva, megfelelő teljesítménnyel, és minden szabályt betartom. Bizony, a szabályok. Az autósokban erősen él a sztereotípia, hogy a motorosok nem szabálykövetőek. Ez a rendezvény is próbálta eloszlatni ezt a vélekedést. Ezeknek a rendezvényeknek mi az üzenete a motorosok felé, illetve mi az üzenete azoknak, akik nem motorral közlekednek? Hát főként a nyitónak az autósok, illetve a közlekedésben résztvevő egyéb résztvevőknek van üzenete, mégpedig az, hogy itt a tavasz, megérkeztek a motorosok az utakra, egy figyelemfelhívás az egész, hogy itt vagyunk, figyeljetek ránk idén is. Talán ez a legfontosabb, hogy vigyázzanak ránk mindenképpen, mert nálunk van egy karosszéria, nálunk egy bukósisak van, meg egy védőruházat. Takács Zsolt az interjú után már ment is indítani a sort, kezdődött tehát a gurulás. A Barbakántól a kórháztérre értek először.
A rendőrség és a polgárőrség motoros járőrei kísérték a sort és zárták a kereszteződéseket. A felvonulás Uránvárosig ment, majd onnan délfelé, Kertváros irányába és vissza. Több kereszteződésben is csodálkoztak az autósok. Legközelebb ősszel lesz hasonló rendezvény, amikor megköszönik a motorosok, hogy a nyári szezonban figyeltek rájuk.